videót. A notebook.hu támogatta. Támogatta. Szevasztok! Szevasztok, srácok! Itt vagyunk a következő RP videóban. Hát a mai napon az a büdös nagy helyzet, hogy gyorsan leadjuk először ezt a taxis melót. Mint látjátok, 1400 dolláron van. Videón kívül még egy picikét melózgattam. Szép napot. Akkor jó. Tehát videón kívül még kicsit melózgattam, de lett egy új meló, amiről már beszéltem, az ételfutár. És ezt fogjuk kipróbálni videóban mindenképpen, ugyanis egyrészt kíváncsi vagyok, hogy milyen. Még hogy jön ide? Viszét akar ő is, biciklit biztos. Másrészt pedig még egy nagyon pici, egy kört viszünk és meg is vagyunk, de kell autó, srácok. Kell autó nekünk, és ahhoz elengedhetetlen az, hogy még egy nagyon picit dolgozzunk, de aztán jók leszünk. Azt mondja, hogy itt az öltöző, úgyhogy odáig el kéne mennünk biciklivel. Atya világ. Szóval odaig el kell mennünk biciklivel, nézd meg, lyukos a pulcsink, hogy kezdje gyorsabban menni. És hát az milyen autó. És hát meglátjuk, hogy milyen ez a meló, meg mennyi pénzt hoz. Tudom, hogy még eléggé csövik vagyunk, de azért jó lenne. Na most autóügyileg én úgy gondoltam a dolgok menetének az állását, hogy mindenféleképpen kiírjuk, hogy keressünk autót, hát ha van olcsóbb, mint az új. Egyébként, srácok, kiment rólam, vagy hát velem csináltak egy elég komoly interjút, nagyjából ilyen egy óra. Nagyon régen volt hasonló, itt van YouTube-on egyébként, úgyhogy ide ledobom a leírásba a linkjét. Aki szeretné, az nézze meg, szerintem eléggé fasza lett, meg tök őszinte a cucc, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Rengeteg olyan kérdésről volt szó, amiről amúgy annyira nem is szoktam beszélni, meg ilyesmi. Úgyhogy szerintem érdemes megnézni, aki úgy szeret, vagy így akar rólam kicsit többet megtudni, mert ja, hú, kemény. Jó. Ezen kívül meg nyilván hát a leírásban megtaláljátok a Szerót, Nerdwise RP, hogyha szeretnétek jönni nyomni a gémet. Oké, mennyire vagyunk? Szóval, hogy már mindjárt ott vagyunk. És akkor ez valami ételfutáros cucc, hogy pontosan mi, az egy nagyon jó kérdés. Annyit látunk, hogy kiszállítók vagyunk. Ja Istenem, de nem megy ez a gyász. Menjél már, hogy kell gyorsabban menni. De jó, csak nyomunk mindent. Nem. Igen. Na gyerünk, na most. Többet nyomom, jobban megy. Hát, szerintem nem. Na mindegy. Istenem. Fú, nagyon kell már egy autó, srácok, hülyét kapok már ettől. Hogy ilyen rohadt lassúak vagyunk. Sehova nem érünk, oda. Nagyon lassú. Na mutasd. Aztat mondja, hogy erre. Hát ott is a taxi. De a taxi nem is olyan olcsó. Nem tudom. Annyira nem nyerte el a tetszésem. Mondjuk azért tudnám csinálni, csak nem tudom, olyan nem keresel vele olyan szinten. Igazatok volt, többet el lehetett volna kérni. Atya világ, itt mi a jó Isten van? What the fuck? Damn, hát szerintem ezt majd itt eltüntetik az urak. Mert itt elég komoly világ van. Atya világ. Na de a lényeg, hogy felvettük magát a cuccot, és akkor azt mondja, garázs megnyitása, és akkor mondjuk válasszuk ki a... Hát hanyast? Az E betűvel a kettes parkolóra dob egy autóba. Ott kéne leadni, de nézd meg, hát a pöcskeszörűek telerakták, azt nem lehet leadni. Pedig 100 dollár kaukciót azért levontám. Oké, és akkor most kell Dell, és rendelés keresése. Becsült várakozási idő a rendelésre 24,8 tized másodperc. Oké, úha ez az autó. Komoly. Na igen, merre kell indulnunk? Hogy néz ki ez az autó? Belém ne gyere, menj el mellettem.
Várjuk, hogy megjelenjen a rendelésünk, hogy milyen jó Isten. Igen, beérkezett egy rendelés, menj a... és akkor kiírja a címet. Aha. Oké, és akkor ott mi van? Étteremnél, étteremhez kell menni. Akkor gondolom, olyan, mint a Food Panda. Gyakorlatilag felveszem a rendelést. Nagyon komoly kis ruhánk van. Felveszem a rendelést, és akkor azt utána onnan ki kell szállítani. Az a kérdés... Hú, de jó, ezzel legalább nem lehet gyorsan hajtani. Nagyon. Rendőrügyileg nem állunk olyan rosszul. Tehát az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy akkor mennyit keresünk ezzel? Mert hogy... Meg hogy fizet, hogy rendelésenként kapjuk meg a zsettát? Vagy hogy a jó Istenbe? Most azt nézzük, 1400 dolcsi... Környékén vagyunk... Az azt jelenti, hogy 1500-1600... Ha veszünk egy autót, még éhen se halunk mellette. Gyakorlatilag erre jó ez a kis pénz. Nagyon nehezen gyűlik nekünk itt a pénz, ha bár persze többet kéne melóznom, amit nem tettem meg, hát ez van. De itt az elején, amíg ismerkedünk a helyjel, ismerkedünk a dolgokkal, addig nem gond ez így szerintem. Ez van, aztán majd lesz valami. Azt ott mondja, hogy itt kell valami étteremnél felvenni a cumót. Milyen felhős idő van egyébként? Szétadom, hogy nem mindig napsütés van, azt ennyi. Hanem van benne egy kis izgalomfaktor, hogy éppen milyen idő lesz. Azt mondja, itt a zászlócska. Aha, itt áll egy fósz. Ó, még egy... Izé, egy csirkecomb is van a kezébe, vagy mi a jó Isten ez? Hello? Igen, mit csinálok vele? Nyomd meg az E-t, hogy átvedd a rendelést. Tedd az ételt az anyósülésre. Hogy viszem? Mi az a szatyor? Nyomd meg az E-t, hogy berakd a rendelést. A vásárló pozíciója jelölve lett. Oké. Jó. Tehát, atyavilág, figyeld a barmot. Tehát a vásárló pozíciója jelölve lett, akkor igen, akkor úgy van, ahogy mondtam. Igazából most felvettük a rendelést, és akkor takarodunk, visszük a gyereknek. De ez az autó, az zseni. Ezzel bárhol tudsz parkolni, amit akarsz. Hova jó Istenbe megyünk? Valahol a gazdag negyedbe megyünk. Na, oké, eddig nem kaptunk még pénzt, ahogy néztem. Úgyhogy nézzük meg, hogy mennyi lesz az annyi. Mit kapunk ezért? Oda nézzetek, nagyon belelendültünk, mert 100... Ó, 104-gyel megyünk. Csak ne jöjjön senki sehol. 100! Hú, kapta ez az autó most mi? Mondjuk nagyon nem sérült. Egy kukát vittünk el tulajdonképpen. Ez még nem a világ vége. Az a baj, ezzel nem lehet fékezni, mert akkor ilyen helyek, ahogy megyünk fel? Ajajajajajajajaj. Jajajaj, gyerekek, hát itt nyomni kell. Ne állj meg. Gyerünk. Mindjárt eladom ezt az autót, de komolyan. Jaj. Jó. Oké, fent vagyunk. Ah, nézd meg, ide hozzuk a gazdagékhoz. Ha mit rendeltél? Nem is tudom, mit rendelt. Csirkét? Valami csirkecombot rendeltett az úr. Nem ebbe az utcába, a következőbe. Igen. Halló, jó napokat kívánunk. Mutasd. Honnan rendelted? Közel vagy a kiszállítási ponthoz, parkod le az autót és adod a rendelést. Oké, itt ez. Ezzel gondolom. Ugye? Térkép szerint. Figyelj, mi olyan lazák vagyunk, hallod? Így. Oda nézzé. Bevisszük én. Hát pont elfér itt, ha mit akartok. Úgy neki is csaptuk az ajtót, semmi gond. Jó napokat. Kivesszük a kaját. Aha. Kopogtassak. Jó napot kívánok! Mi cipőm van? Oda néz, mit megy? A vásárló elindult az ajtóhoz. Üdv, múltkor nagyon el volt csózva a kaja, remélem most nem lesz. Szia, ez sajnos nem rajta múlik, de jó étvágyat. Miért nem mondtuk neki, hogy nem, nincs el csózva? Na mennyi a pénz? 17 van nálunk, köszi, hello. 55 dollár. Aha, tehát ezért kapunk 55 dollárt. Jelenlegi egy pontod van. Kettes szinthez még kell. Mi az, hogy kettes szint? Ja, azt tudom, ott lesznek így plusz autók. Másmilyen autóval tudsz menni, meg ilyesmi.
Na keressünk rendelést. Akkor megnyomtam újra a Delt. Kinyomom a klímát. 25 másodpercet kell várakozni. Na jó, még egyet vigyünk le, aztán jó van. 72 dollár KP-ba. Ú, azt is be kell rakni majd a bankba, mert szerintem ez a utalásos módszer lesz itt nekünk mindenre. Szóval, ha autót veszünk, akkor is inkább utalunk, mert ne hordjunk magunknál pénzt. 0,93-ra van a következő, oda nézzé. Taco Bamb étteremnél vegyük fel a cumót. De ugye ezek nincsenek most messze. Nem? Ez ilyen pikpak. Lehet kéne még egy kicsit csinálni, ám hogy gyűjtsünk egy kis pénzt. Nem gondoljátok, srácok? Mert oké, most megveszük az autót, de utána megint kell dolgoznunk. Szóval mi lenne, hogyha most egy picit dolgoznék, és akkor utána, mert 1500 dollár körül járunk most így összesen kaukcióval mindennel együtt. Csak rendőrök ne állítsanak meg. Mennyien vannak fent? 63-an. 6 rendőr. Jézusom. Aztán délután 3 óra van. 3:30. Milyen idő lett el? Mi ez a köd? Na jó van, akkor viszont még nyomjuk egy picit, srácok. Mert basszus, ha ilyen közel kell menni ide-oda, akkor azért nem rosszak ezek a pénzek. Kérdés, hogy most ha felvesszük a melót, akkor mennyi idő, ahova el kell vinni. Mindegy, de legalább tudunk közben egy kicsit beszélgetni, mert azért zajlik ám itt az élet a városban. Várjál? Ja, ott az étterem. Ott van más is, oda nézzé. Oda nézzé. Normális vagy? Hát de miért így megy? Egy barom, hol kell itt? Ez itt? Hogy kell itt? Ha várjál már. Hogy fent? Taco Bomb. Ez itt van fent, akkor gondolom. Mutasd. Ha elviszed az autó, megöllek. Pöcsös. Itt van. Jó napot. Átveszem a rendelést. Halló, halló. Ezek senki nem köszön nekem vissza. Melyik volt az én autóm? Ez. Az öreg kék. Hát nézd szép meg. Szép napot. Ez. Szép napot. Parancsoljon. Hogy keres ez a munka? Hát nem a munka keres, az ember keres, uram. Hát, na, úgy értem, de hogy milyen árakba? Hát nem tudom. Hát én se tudom még. Azt hiszem ezért most 400 dolcsit kaptam. Aha. Ön mennyit? Tessék? Ön mennyit? Mióta csinálja ezt a munkát? Hát igazából egy órája körülbelül. Nem végig csináltam, de olyan 60-70 dollárokat ugye ad, ugye az úgy elég jó. Aha, hát akkor az teljesen jó. Én is itt a városban vannak címek, hogy van ez? Hát igazából van sok ilyen étterem. És akkor elmegy az étteremekhez, megkapja a kaját, és akkor a GPS-ben majd... Ja, hát azt látom, hogy mennyit. Én az előbb 400-at kaptam. Képzelj el. Igen. Oho. Hát nem tudom miért. Na hát megyek dolgozni, további szép napot, ön is dolgozzon. Viszontlátásra. Viszont. De azt hittem, nekem jön ez a barom. Nézd meg, is 0-60-ra kell menni. Hát ez jó, annyit megér. Betettük a kaját. Ez ennyit megér, mert hát... Most ezért mennyit kapunk? Azt mondta, a gyerek is 50-60 körül kap. Ha normális vagy, az nem olyan rossz szám. Na, és meg is jöttünk. Ú, de köd van. Hova kell itt vinni? De fel a lépcsőn? Már csak leparkolunk ide. Kiszállunk. Igen. Kivesszük a cumót? Ide? Nem ide. Akkor szerintem fel. Tiszta feeling ez az idő. Szétadom az ilyen ködös lószart. Aha. Ó, itt megy a buli. Elnézést, bocsánat. Nehogy belemenjé. Te barom. A vásárló elindult az ajtóhoz. Csá, tesó, mekkora a forgalom? Késik a csajom. Na, nincs túl nagy forgalom, azt hiszem, azt mondtam neki. Na jó van, reggel eléggé összevesztük. Hát ez van. Azt mondja, 50-et kaptunk. Megint 50-et kaptunk. Az nem rossz azért, amúgy 100 dolcsit gyűjtöttünk.
két fuvarral igazából. Ugye? Nem olyan rossz szám az. Na jó, várjatok, innen valahogy vergülődjünk kifele. Aztán beszélgessük egy picit, mert egyre több és több dolog kerül be, csak így nem nagyon mondom nektek, hogy mik vannak, mert például a mai napon a bankrablás, ugye boltrablás már van bent, viszont a mai napon a bankrablás, ami bekerül, aztán ami még, ez már messzebb van, még ezt megcsináljuk. Szóval ami még van, tegnap, vagy hát, hogy mondjam nektek, mert ezt vasárnap látjátok, akkor azt jelenti, hogy csütörtökön például bekerültek az illegális frakcióknak az ilyen szedőhelyek, vagy hogy mondjam, tehát tudnak már fegyvert kraftolni, venni hozzá alapanyagokat, stb. Ez a része is bekerült, mert ezek ugye olyan kulcsfontosságú dolgok, amik kellenek egy szerveli életébe, csak igyekeztünk így mindent szépen összerakni, hogy minél több dolgot tudjunk megcsinálni gyorsan, és most tartunk már itt. Aztán jövő héten elkezdünk foglalkozni az illegáloknak a legál oldali bizniszével, mert lesznek ott dolgok. Hoppá, itt egy autó. Lesz ilyen horgászbolt, meg ilyesmi, értitek? Szóval, ja, meg izé is lesz, diszkó, majd menjünk diszkózni. Szóval vannak dolgok, meg tényleg folyamatosan csináljuk, úgyhogy egyre jobban alakul, és hát, ja, nagyjából így talán ennyi. Most így hirtelen nem jut el eszembe, de mindig annyi mindent csinálunk. A PP résszel is elkezdtünk foglalkozni. Lehet majd most már lassan venni boltot is, mert azokat se, tehát nem azzal foglalkoztunk értelemszerűen, nem az volt a prioritás, de most már majd lehet boltot is venni lassan. Úgyhogy beindul az élet rendesen, így azért esténként egy ilyen, hát most van 13, vagy 15-38, most mondjuk 58-an, esténként ilyen 100-110 szoktunk lenni, azért az nem olyan rossz, sőt nagyon is örülünk neki, úgyhogy alakul az élet. Úgyhogy igen, talán ennyi. Kéne valami kaja, mert hogy éhen fogunk halni, és szerintem nálam semmi nincs, egy patakvíz van, úgyhogy valami boltban majd megállunk szerintem, de most még egyelőre tudunk menni, úgyhogy addig menjünk. Hát ez a szar csak 189-el megy. Hát amire odaérünk, lemegy a nap. Itt nem fogunk gyorsan hajtani. Na, aztet mondja, who is? Ott van az úr. Itt szépen megállunk. Ha jó sokat kellett most jönni. Igen. Hum veszük fő? Itt van. Hogy mit viszünk, az egy nagyon jó kérdés, valami sushi-szerű valami. Tedd be az ételt az anyósülésre. Ok! Na, aztán nagyon jó kérdés, hogy hova kell vinni, remélem nem túl messze, mert aztán utána leadnám most már ezt a melót. Hát, nem életem legizgalmasabb melója, de nem olyan rossz. Bay City Avenue, az hol van? 4 mérföld. Te, maszkbolt, hát kb. Onnan indultunk. Te gyerek! Na jó van, akkor taka. Na megérkeztünk! Hát jó, sokkal jövök itt a városban, már megdurrantottam neki. Oké, azt ott mondja, hogy hol. Itt fordulunk le, már biztos nagyon éhesek. Közelbe vagy, jó van, oda megyünk a házba, beállok ezzel a szarral. Hova? Valahonnan innen, nem? Tán. Honnan rendeltétek? Meghoztuk a valamilyen sushit. Honnan? Ide föl kell menni? Mondta, hogy igen. Igen, yes! Hellóka! Még Gaijinnak nem hoztunk kaját, hogyha. Jó napot, tessék! Ja Istenem, hát ez nem az. Üdv! Múltkor nagyon el volt sószó a kaja, de hogy ez nem az, ez higgy el, ez pofi. Oké. 122-ünk van. 46-at kaptunk csak. 3 pontunk van, és 48 kell még a kettes szinthez. Hát ez nem volt jó kör.
Na jó van, el is engedjük, szerintem menjünk vissza. És akkor közben írjuk már ki, hogy eladó ladát. És akkor még telószámot is írtunk oda. Csak SMS-ben tudok kommunikálni. Felkiáltójel. Azért, mert ne hívogassanak, írják le a pontos tények állását, aztán majd visszaírunk rá, hogyha van. Mert nehogy az legyen, hogy itt fölhív, aztán le van írva, azt akkor pont vissza lehet nézni, tudunk választani, ha esetleg több ajánlat érkezne. Na de, vigyük akkor vissza ezt a Verdát. Közben pedig érintsünk egy boltot, ugyanis rohadtul kell. Hol van itt bolt? Itt nincs is bolt. Mutasd. Baszki, pont arra nincsen bolt, amerre én megyek. Akkor menjünk ide. Itt le tudok menni arra? Dehogy tudok. Dehogy tudok. Most itt komolyan... De csak át tudok minden tökön babon menni. Ha egyenesen, nem tudok? Ha mi átmegyünk? Ha most ott mi van? Ez egy híd, az tud. És mi baj lehet? A bolond ez a GPS. Meg kell ütetett volna velem hegyet, völgyet, mindent. Oké? Azt tehát mondja, hogy... Ja igen, itt tudunk kaját venni. Na jó. Szerintem válasszunk ki valami jó olcsó kaját, nem kell nekünk drága. Mennyi nem pöcsös? Olyné? Be tudom zárni? De hogy tudom bezárni? Szép napot. Szép napot. Na várjál. Balaton szelet. Száraz kenyér, jó az nekünk? Vegyünk 10 darabot. Szóval már 30 dollár. Ho-ho. 4 bubis ásványvíz. Patakvíz. Teljesen jó az nekünk. Legyen 5 darab. Olyné? Teljesen tökéletes. Nem kell több, mert akkor meg aztán az lesz, hogy izé. Csak ránk rohad. Az amúgy is száraz kenyér. Na jó. Azt mondja, hogy nem nagyon jött még nekünk ajánlat. Úgyhogy majd még majd kiírjuk szerintem. Nagyon kéne nekünk az a az autó. És nem akarok venni újonnan, mert pont kikerülne, de szeretem, hogyha használt, azt akkor kicsit olcsóbb, vagy ilyesmi. Mi kell nekünk? Akarunk kenyeret. 4-es, 5-ös. Zabálunk. Meg iszunk is egyet. Mennyire laktat ez a kaja? Hát, annyira nem. Jó, mindegy. Ígyunk is egyet. Nagy szomjan halljunk. Közben azért lehet itt vezetni. Na jó, van, tökéletes. Oké. Vigyázni kell, ez rohadt forgalmas út. Visszaviszik az autót. Figyelj, mondom, hogy csak SMS-be és nem hív a gyerek? Hát dehogy nem. Püff. Hello. Na, és az is hív. Ezek crazy-k. Értetlenek. Oké. Okay. Igen, most nézzük meg azt, hogy menje innen az anyád úristenit. Hogy mi le tudjuk-e adni, mert itt azért többen leadták. Ó, oh, hát persze, itt már nincs is. Valakinek a ladája ott van. Autó leadás. Visszakaptuk a kauciót. Miről beszélnek? Ezt a biciklit mi hagytuk itt? Ho-ho-ho. Szerintem igen. Mi hagytuk itt. Valószínűleg. Oké. Okay. Akkor várjál csak. Menjünk ezzel innen el. Leszedni a... zárat. A picsába. Nem sikerült. Na jó van, akkor hagyjuk. Nem sikerült leszednünk a zárat. De komolyat megy ez a Verda. Az anyád úristenit. Nem törünk fel semmit, srácok. Mondjuk, ha lenne egy autó. Ha? Ezeket bezárták? Összekötni a kábeleket. Hülye
vagy? Srácok, minket nagyon el fognak gyepálni. De mit megy ez az autó? Pacek! Én azt mondom, pacek! Na jó, van, vigyük be! Te! Hát normális vagy! Milyen ez belül? Ajajajaj! Basszus! Bemért egy trafi! Az 20 dolláromba került! Hát ezért nem jók ezek az autók, rajt gyorsak! Oké. Okay. Na várjál csak. Közben itt... valahol meg kéne most már állni, de szerintem... valami helyet nézünk magunknak, ezt az autót hol tegyük le? Halljátok a rendőrt? Vagy az mentő? Mindegy, menjünk be itt. Itt szerintem jók vagyunk. Itt tegyük le az autót. Nem, elment a rendőr, jó. Oké. Oké. Szétadom ezt az autót. Nincs trafi. Az ott mi? Az ott nem rendőr, jó. Oké. De komolyat megy. Jól néz ki. Jönnek a rendőrök. Ajaj. De elment a rendőr. Csak kiszálltam. Na jó van. Szerintem valahol most már... tegyük le ezt a rohadt autót, te. Nehogy az legyen, hogy... emiatt jönnek itt föl alá. Oké, ide letesszük, srácok. Azt innen visszaírunk ott a... az uraknak. Ide. Úgy, ahova való. Ezért. Na. Figyeljetek, én azt gondolom, hogy itt teljesen jó lesz... a dolog. Azt mondja, hogy nézzük akkor a telefont. Van, eladom. Aja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 j. Tiszteletem. Esetleg tudunk találkozni? Üdvözlöm. Először az ára érdekelne. Oké. Ezt így szépen másoljuk be. Evings Andrew Helving, szolgált parancsnok vagyok. Nekem lenne egy ladám, meg szeretnék tőle szabadulni, hogy szívesen odaadom nagyon olcsón is akár. Köszönöm válaszát. Ez se rossz, oké. Okay. Érdekel? Csá. Csá. Hát ennek akkor nem. Boom. Mi az, hogy csá? Jó napot, 1700-ért átad. Na, adjad már. Jó, hogy ennyi jött, ezeket nem láttuk. Üdv uram, szeretne barátom lenni? Nincs barátom. De nem lehet itt smiley-t küldeni? Atyaisten. Mit szólna 1000 dollárhoz? Na várjatok, mennek a bizniszek. Üdvözletem. Meg tudja mutatni esetleg? Először is a rendőrnek, mert mindig a rendőrök a legkorrektebbek. Tudjátok, rendőrnek adtuk el a Porsche-t is, és nem volt belőle... nem volt belőle semmi gond. Úgyhogy... úgyhogy igen. Mert ha ő megmutatná, akkor... az nekünk jó lenne. Ezek jó keresnek a rendőrök. Csak ne így találkozzunk vele, mert ott egy ellopott autó. hát mit tudom én, át sétálunk mondjuk. Figyelj csak, ez lenne a legjobb. Húha. Azt mondja, természetesen. Akkor várjál már, küldünk neki ugye egy koordinátát. Mert akkor ide át... nem akarok a... na.
És te elkötjük az autót. Aztán meglátja a rendőr, hogy mi voltunk. Oké, szerintem itt ez tökéletes, ez már abszolút tökéletes lenne. Oké. Akkor azt mondja, hogy neki kéne írni, hogy esetleg itt kérdőjel, és küldünk neki egy positiont. Aha, boom. Így kell. Micsoda? De ki írta, hogy Lada érdekli? Ezt már hülyére vesszük. Nem én voltam. Oké. Okay. Mit szólna $1000? Éppen most nézek meg egyet. Ha esetleg tárgytalan lenne, akkor szólok önnek. Köszönöm. Úgy. Lejjebb is vinni, aha. Na várjál csak. Nem akarok túl olcsón se, de azért nem vetem meg azt, hogyha kicsit olcsóbb. Soha nem láttam még ilyen, vagy soha nem ütem még ilyen. Rendben van, autókernél várom. Micsoda? Ha esetleg úgy dönt, ja jó 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 jó. 5 percen belül ott is vagyok. Okéka. Na akkor jön a csávó, hozza a ladát. Ilyen adásvételünk meg ilyesünk nincsen, meg hát... Na mindegy, majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog akkor alakulni. Autó kérni, várom. Okéka. Oké. Jó volt az a BMW, egy olyat is elfogadnék ám esetleg. Mit megy az az X7-es a rohadt életbe. Azon gondolkodám, mi lenne, hogyha attól a másik csávótól is megvennénk az autót, csak elmennék gyorsan melózni utána, miután megvettem a sajátomat, és akkor azt már kicsit tovább értékesítenénk. Egy kis pénzt gyűjtenénk. Hát most mi van abba? Nyernénk rajta egy $300. Szétadom. Na, kérdés, hogy mennyiért tudjuk ezt megkaparintani. Ez a piros lada lesz? Piros lada? Te gyerek! Atya világ! De milyen, mit megy a 97-es rendszám? Szép napot! Üdvözlöm, uram! Üdvözlöm! Ez lenne igazából az alada. Atya világ, piros színbe? Hát, igen, a stílót azt meg kell adni. Ja, látom, a haja színe is. Hát igen, ez ilyen külön dolog volt. Azt a mindenit. És mióta van önnél ez az autó? Hát... pontosan nem tudom megmondani őszintén. Uh-huh. És mennyibe szeretné ezt adni egyébként? Mennyibe kerül? Hát nézze, maximum mennyit adna érte. Viszonyodjunk ahhoz akkor inkább. Nem, hát én tényleg érdeklődök első körben. Igen. Így az autó iránt. Mert hogyha arról van szó, én odaadom ingyen is akár, mert tényleg csak... kb. Sosa használom, szóval... Dehogy is, hát semmiképpen, uram. Ingyen nem vár az ember a mai világban semmit. Mennyi az ára? Hát mondja már meg, legyen kedves. Hát nézze, az autókereskedésben $1500. Hány odaadom önnek egy, nem tudom, 500-ért? Akkor most mondtam valamit. Hát az nagyon olcsó. Hát most nézze. Önnek ennyire nem kell pénz, vagy micsoda? Hát ó, nekem a rendőrség az hozzáállt, azzal nincsen probléma. Ja, maga rendőr, hát ez... Hát igen. Azt a mindenit. Tényleg, hát az előbb ott láttam, képzelj el, mert ételfutár vagyok. Aztán ott a parkolóban volt egy úr, aki nyitogatott autókat, és nem sikerült neki, és akkor az egyikbe beült, valamit ott csinált, aztán elhajtott vele egy ilyen fehér X7-es BMW-vel. Fehér X7-es rendszámot esetleg nem látott? Hát az sajnos nem, csak annyit láttam, hogy elhajtott vele. Nem tudom. Csak gondoltam, hát, szólok, mert ott bicikliztem el mellette. Rendben, köszönöm szépen, akkor megnézem azt,
azt az autót, vagy hát nem tudom. Jó. Hát nézze, nem tudom, $500 az önnek megfelelő. Hát hogy ne lenne, persze, hát nagyon meg is köszönöm. Jó. Hát akkor, hát nagyon szívesen, hát ajándék, hát vagy hát nem is tudom. Köszönöm, uram. Akkor elmegyünk egy boltba, nézzünk egy... Természetesen. Addig kipróbálnám már. Nyugodtan, akkor. Nyugodtan. Parancsoljon, itt a kulcsát is adom addig. Jaj, köszönöm szépen. Óha. Igen, igen. Hát... nézze, a, nem éppen a legjobban gyorsul, hát ezt aláírom, de ettől függetlenül most így, hát nem tudom. Gondolom, nincs sok pénz az úrnak, tehát, hogy amiatt is akarna dát venni, ha gondolom én. Hát persze, hát most nekem csak valami kellemvel tudjátok járni. Dolgozni, mert biciklit bérelni nem mindig a legjobb dolog. Igen, igen, igen. Hát, hát azért viszont... jobban gyorsul, mint egy bicikli az a helyzet. Hát igen, igen, az nem véletlen. Azt a mindenségét. Ezzel a trafira mondjuk azért ügyeljen, azért mert én is itt vagyok, meg azért mert kapsz számlát. Ha persze, hogy ne figyelnék. Nagyon jó. Hogy ne figyelnék. Hát már kaptam egy számlát, képzelje, $20. Fú. Pedig éppen, hogy csak néhány kilométer per órában mentem gyorsabban. Na hát igen, igen, az a sajnos, hát... Na azért mondjuk én is kapnék, hát hogyha ugye nyilván szolgálaton kívül vagyok. Aha. A D97 rendszám. Nem rossz kis járgány. Jó, és ezt a szint, ezt ön rakatta rá? Vagy így vásárolta? Hát így vásároltam, hogy lehetett kiválasztani ugye színeket. Aha. Ugye az autókereskedésnek a cég vezetőjétől így kérdeztem, hogy akkor hogy lehet, és hát azt mondta, hogy akkor igazából lehet választani, és azt hiszem, hogy 6 féle szín volt ott. Aha. Szóval jó van. Hát jó, hát persze, aki megteheti, hogy újonnan vásároljon. Hát igen. Még nem volt telefingva a szék, meg semmi, vagy az ülés. Á, nem, a tatonáltan a kettőparázat. És mennyit ment vele? Hány kilométer van benne így, nagyjából? Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmi sem számoltam. Jaj, várjon, megveszem én, ne izéljen. Adja csak, dehogy is, hát de azért. De nem. Hát mi van itt bent a bankba? Hát itt nincsen semmi. Vagy bank? Meg... Ja, jó Isten ez. Szép tapot, urak. Meg... Ja Istenem. Önöké ez a boltocska? Ha nem. Nem? A barátommal nem tudom mi van, nem tud beszélni. Hát én nem tudom. Nem is hall bennünket. Esetleg egy orvoshoz vigye el az urat szerintem. Hát az lesz. Vigye hát csak. Kéne neki új száj esetleg, vagy ilyesmi. Hát meg új fül is. Hát lehet. Nem akarom sértegetni, persze. Na viszlát, urak! Na viszlát. Uram, egyébként ugye nem vette meg az adásvételi. Dehogy nem, hát ne bóckodjon, uram. Hát de, nem úgy van ám az. Uram, most azonnal visszadom az állát, hogyha nem fogadja. Dehogy is, hát uram, akkor hát... Letartóztat. Letartóztat? Miért tartóztat te? Az adásvételi megvásárlásáért? Igen. Na ne bóckodjon. Jaj. Jó, hát használjuk az önét, nekem jól jön ez később is akár. Na, hát akkor meg. Erről van szó. Na. Azt mondja, hogy... Igen, én vagyok Andrew Holvins, látom a nevemet. És ön pedig... Csontos Tóbiás. Rendben, akkor ráírom azt, hogy Csontos Tóbiás. Nagyon jó, akkor a rendszám az stimmel, hogy látom. Vagány, jó. Azt mondja, hogy $500, jó. Komolyat megy ez az autó, srácok. Alá is írom szépen. Jó néz ki. Majd kicsit megnézzük a pipest. Köszönöm. Rendben, és akkor én is aláírom. Szuper. Ja. És akkor vissza is adom. Ajaj. Jaj, várjon, hát lehet, hogy ez készpénzbe kell nálam lennie? Hát igen, valószínűleg valami olyasmi. Ajajaj, na egy pillanat akkor csak kell az én adásvételem is. Igen, ezek szerint. Jaj, pillanat. Mennyi az 400, leveszünk 500-at. Esetleg az úrnak elkérhetem majd a telefonszámát. Hát miért szeretné az én telefonszámomat elkérni, uram? Hát, hogyha véletlenül meg szeretne szabadulni ettől az autótól, akkor... De hogy szeretnék, hát most vásároltam, uram. Hát még nem. Remélem nem flörtölni szeretne, uram? Nem. No. Elkéri a telefonszámot. Hát bocsánat, csak férfi ember még nem kérte el így ismeretlenül a telefonszámomat.
Ezt átadom önnek. Meg egyébként most ezek kicsit abból a szempontból is fura, hogy most az úriember hát az fehér, feketék, most így akar. Hát ismerkedni. Érdekes. igen, ez mindenképpen. Atya Isten. Azt mondja, hogy 500 dollárt vett le? Kicsit többet, úgyhogy tökéletes. Ja. Na, azt hittem, hogy lehet utalni is, hát azért a mai világban, modernos világban. Ilyen az élet, hát most nem. Persze. Nem tudunk ezzel mit csinálni. Azt mondja, hogy Andrew Hawkins, igen, és akkor Csontos Tóbiás, hogy így hívták az urat. Így van, igen. Jó. Csak Isten, telefonszámot. Igen, rendszám, jó. Fasza. Már elnézést, hogy rendőrként káromkodok be most, igen. Semmi gond, hát tegyen nyugodtan. Aláírom akkor gyorsan, és akkor parancsoljon. Akkor most átnyújtom, és hát akkor ezek szerint a pénzt is át fogja nyújtani. Remélhetőleg. Aláírom. Igen. Na, erről van szó. Szuper, és akkor meg is kapta az összeget, uram? Így van. Csak ezt gyorsan leteszem az ATM-be, hogyha... Jó, nyugodtan, persze. Na várjál, már visszaírjunk annak a formának, hogy megvásárolnánk. Na hülye vagy, veszünk egyből kettőt. Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy lájkot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagad most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Kövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pártó, ey.